Miért kerül több a ganodermás kávé? Először is majdnem, hogy nem értem a kérdést, mert én nekem évek óta ingyen van, tehát nekem nem kerül többe semmivel, de az elején valóban többet kellett érte fizetnem. Van egy marketing mondás, hogy soha nem az ár az érdekes, hanem az ár különbözet. Hogy azok az előnyök, amiket ez a termék nyújtanak nekem, azok megérnek-e annyit, amennyivel ez nekem többe kerül annál, mint amennyit eddig fogyasztottam. És ismerve a ganodermás kávénak az előnyeit, azt mondom, hogy nagyon sok ember van, akinek ezek igenis megérnek annyit. És azt se felejtsd el, hogy ez nem csak kávé, hanem kávé és egy nagyon értékes táplálékkiegészítő is. De vizsgáljuk meg máshonnan. Minden terméknek van egy bekerülési értéke. A nyersanyagokat elő kell állítani, vagy éppen ki kell bányászni, a terméket le kell gyártani, csomagolni kell és szállítani. Ebből szerintem olyan sokat igazán nem lehet megspórolni. Aztán ugye minden cég egy vállalkozás is, aki nyereséget kell, hogy termeljen. Ezt várják el tőle a befektetőik, a részvényeseik, a cég tulajdonos is. Te se alapítanál céget úgy, hogy beleraksz egy csomó pénzt, munkát, kockázatot válasz, és a céged szinte tervezetten tönkbe fog menni. Az is fontos, hogy egy cégnek én véleményem szerint kell képezni valamennyi tartalékot váratlan esetekre, tehát tőketartalékot, erre is félre kell tennie pénzt. Aztán ott van a termékeknek a továbbfejlesztése. Ez is fontos, ezt is finanszírozni kell, ugyanis ha nem fejleszted tovább a termékedet, akkor a versenytársaid nagy valószínűséggel megelőznek. És ott vannak még a marketing költségek, amik egy MLM vállalkozásban klasszikusan ugye visszaosztásra kerülnek a tagok között. Igazán csak itt lehet spórolni, de a tagok kárára. Szóval amikor azt mondod, hogy ha ez a kávé olcsóbb volna, akkor többet tudnál belőle eladni, akkor én azt mondom, hogy többet is kellene ugyanazért a bónuszért cserébe. Szeretnél többet dolgozni ugyanannyi pénzért? A mi termékeink ára is egy kényes egyensúlyt jelképez, hogy egyrészt maradjon annyi a tagok számára, hogy akarjanak foglalkozni az üzlettel, másrészt pedig ne legyen annyira drága a termék, hogy azok az előnyök, amiket ez nyújt, ne érjék meg a vásárlóknak. És nagyon fontos, hogy ezeknek a termékeknek az ára folyamatosan csökken, ha teszel érte. Hát tegyél!